nekem nagyon jól tudod, hogy nekem mindig is ez a rally, tehát ez vitt előre, és hát nagyon-nagyon szerettem. Sajnos nagyon hamar kispadra kerültem, úgyhogy ilyen pihenőállásba, de talán most itt egy másik lehetőség is újra. Én érzek magamban még annyit, hogy ezt csináljuk. Terveztük, hogy idén megyünk egy 4-5 futamot. Amit kinéztük magunknak, ugye a Szombathellyel kezdünk. Lesz egy Veszprém, az is egy Murva. Mondjuk én szerettem volna először menni Murván, mert hogy talán könnyebben meg tudod szokni az autónak a határait, mégis mozog alattad az autó. Tehát az első két futam az Murvás lesz, akkor lesz ez a Mitropa kupa, ami itt lesz a Mecsek Rally, és lesz a Mecsek Rally. Tehát ezek biztosak. Hogy utána, hogy még ez az egy futamot, hogy hova rakjuk be, azt nem tudom. Külföld volt, amiről beszéltünk, hogy külföldön indulunk. Ugye nyilvánvalóan sokkal több pénzbe kerül, mint itthon menni, viszont szerintem jobbak a pályák. Az itthoni pályákat igazából mindenki ismeri. Tehát szinte ugyanazok a gyorsasági vannak, vagy megfordítják, vagy rövidebb, vagy beraknak még 3 lassítót. Ezeket már megcsináltuk régebben. Én azt gondolnám, hogy egy olyan gyorsaságin, ahol nincsenek egyenesek, tele kanyarra, egy olyan igazi nagy rallit megcsinálni jó helyen, tehát nem célba érni, egy jó helyen, az nagyon nagy dicsőség volna, úgyhogy arra nagyon gyúrunk szerintem. Pozitívum, hogy most ugye felhívtak és mondták, hogy nekem megjár az arany licenc, mert hogy magyar bajnok voltam, aminek tökre örülök, mert így az első 4-5 között kell, hogy rajtoljunk, és így közelebb vagyunk ugye az élmezőnyhöz, ami ugye Murván nem biztos, hogy nekünk szerencsés, de ugye mivel most van ez a kvalifikáció, és akkor így lehet majd választani helyet, attól függ, hogy ki milyen időt tud futni ezen az időmérőn. De viszont aszfalton szerintem nagyon sokat segít, hogyha az elején tudsz rajtolni, hiszen akkor még nincsenek kiordva a murvák, a kavicsok. Ugye most már egész jól le vannak gumizva az utak, de azért nem mindenhol. Tavaly elcsaltak a katicáik egy tesztre, és ki tudtam próbálni a Kovács Ancinak a Fordját. Tudtam vele menni egy kört. És nagyon kezes bárány, nagyon jó volt menni ezzel az autóval, és akkor ott valami történt, tehát hogy mondom, még egyet még talán mennem kéne, ugye annyira öreg azért még nem vagyok, tehát és újra nekilódultunk a Józsival, a Tábor Józsival, a Patkó Gergővel és én jó magam, hogy próbáljunk gyűjteni reklámpénz, szponzorpénzeket, és újra álljunk neki. És úgy néz ki, hogy Szombathely előtt vagyunk 2 héttel, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden rendben van, és menni fogunk. Sokkal könnyebb volt vele menni. Nagyon kezes bárány volt, tehát amit gondoltál, szinte azt csinálta. Azért a VRC-vel, amivel én mentem még, ott nagyon drasztikus volt ez a hátsó differenciálmű is, tehát hogyha ott nem volt hely az autóval, nem tudtad megindítani, nagyon nehéz volt vele menni, még Murván is. Tehát ez meg viszont ma merre tekered, oda fordul. Én keveset mentem vele 4 kilométert idáig, tehát ennél kicsit többet kell. Tervezzük 12-ére a tesztet, Szombathelyre. Markó Tibi segít nekünk, és ott bérelünk ki egy pályát, és ott próbáljuk majd ki. Hát, hogy mennyit sikerül vele menni, azt nem tudom, de én nagyon szeretnék egy 100 kilométert vele menni. Ami amúgy is nagyon kevés lenne, tehát azt gondolnám, sokkal több teszt kellene hozzá. Most ennyire van pénzünk, én azt gondolom, és meg fogjuk oldani talán ebből is. Antiékon keresztül tudjuk bérelni a Beppónak az autóját. Úgy volt egyébként, hogy egész évben megyünk az első futamtól kezdve, akkor mentünk volna az Anti autójával egész évben, viszont mivel nem jött össze így a pénz nekünk az első két futamra, ez miatt az Anti elindult a magyar bajnokságba, viszont ő végig is fogja csinálni ezt az évet. És ez miatt maradt az a Beppo autója, amivel megyünk, de ez teljesen 2 egyforma autó, ugyanaz a motor van benne, tehát én nem gondolnám, hogy itt ilyen túl nagy különbségek vannak az autók között. Igazából itt talán a beállítások, amiben ők nagyon szerintem segítenek nekem, tehát meg fogják csinálni helyettem most még.
nézegettem az autókat egyébként, ugye jönnek be az új típusok is, meg minden, de én azt gondolom, hogy nézegetem meg, hogyha nézitek ti is a videókat, a Ford nagyon stabilnak tűnik nekem, tehát így futómű ügyileg is biztos, hogy ha nézed a Skodát, a Skodának erősebb a motorja. Lehet, hogy ide Magyarországon nekünk sokkal jobb lenne, hogy ugye erősebb a motorja, de én inkább jól szeretem érezni magam az autóba, tehát hogy az autó azt csinálja, amit én akarok. Lehet, hogy lenne rá szükség külső segítségre, de én mindig ilyen magányos voltam, tehát én megpróbálom magam ezeket a dolgokat. Ugye Katicáig be fogják állítani az Antinak a beállításait, az, aki fog próbálni az autót. Én amikor mentem vele tavaly, akkor azok voltak benne nagyjából, csak el voltak kicsit állítva a diffik, annál erősebb lesznek állítva. Én azt gondolom, hogy jó lesz így az autó, tehát nekem kell inkább megbirkózni a feladattal. Még kicsit jobban kéne fizikailag készülni, mint most. Sajnos az időm annyira nem engedi. Év elején jártam azért edzésekre, így hetente kétszer, most egy kicsit alább hagyott ez a lendület, de én azt gondolnám, hogy jó kondícióban vagyok, és bírni fogom ezeket a gyorsaságokat, meg a meleg overallokat, sisakot, én azt gondolom, ezzel nem lesz baj. Inkább arra kéne összpontosítanom, hogy ezzel az autóval nagyon jó összhangot találni. Ugye ez egy sokkal komolyabb technika, sokkal több állítási lehetőség van, mint a régi autókon, amivel ugye a szerelők nekem fognak meg az Antiék segíteni, amiket ők használnak, tehát hogy ne nekem kell legyen most kitalálni nulláról az egész dolgot, és ugye nekem kéne inkább megszokni az autót, hogy ezzel sokkal rövidebbek a fékutak, sokkal nagyobb a kanyarsebesség, remélem menni fog. Hát az erőtök gyorsabbak már, tehát hogyha időre nézed a gyorsaságét, ugye 1.6-os motorral vannak, turbos motorral ezek, tehát elvileg az autó gyengébb valamilyen szinten, de viszont a futómű és a hajtás annyit fejlődött, hogy másodpercben mérve sokkal gyorsabbak. Ugye Szombathelyre, amin versenyeztem, nem most, vannak olyan gyorsaságik, ami tavaly is volt, például ez a Farkas Erdőn, azon soha nem mentem, még nem tudom, hogy most lesz-e idén egyáltalán, de ugye azt mondják, hogy azt szeretnék, hogy mindenki írjon itiner, tehát hogy gondolom, hogy lesznek új pályák. Mondjuk ez lehet, hogy nekem egy kicsit jó, hogy mindenkinek kell feldolgozni a pályákat. Az autóval biztos nagyon nehéz lesz összeszokni, de hogyha visszagondolok a régi időkre, amikor mi mentünk a VRC-vel, vagy bármelyik autóval, amikor volt saját autónk is, tehát igazából ilyen nagyon-nagyon sok tesztek ott se voltak. Tehát volt olyan verseny, hogy úgy érkezett meg az autó, hogy az ülés volt rajta, csak beállítva meg a kormány, és tehát autóból van, hogyha igazából ráérzel az elején, és nem nagyon ijeszted meg magad, én azt gondolom, hogy egy pár gyorsaság és meg lehet szokni az autót. Tehát soha nem mentem fejből, pedig igazából meg lehetne tanulni, amennyit mi régen tréningeztünk, de ott is igazából arra összpontosítottam mindig, hogy az itiner teljesen precízen felírjam, hogy hol hányadikba tudjak fordulni, tehát ne ott kell legyen eldöntenem nekem a kanyarnál, hogy ezt a kanyart elrontom, vagy a végét szorosra rakom, vagy ezt a harmadikba fordulom, hanem a tréning során is, amikor írtuk fel a pályát, tehát azokat találtam ki a tréning során, hogy az itinerbe ez le legyen vezetve, és az vissza is kapjam mindig a navigátortól, és szerintem ettől is tudtunk jókat menni, meg hogy gyorsak voltunk, amit most viszont nem tudok, hogy ezt meg fogom tudni csinálni, de gondolom a teszt után azért már valamilyen szinten képbe leszek az autóval, mert most lövésem nincs, fel tudom írni nagyjából, hogy ez egy jobb 3 tempó, vagy mit tudom én, ez negyedikes forduló, de az, hogy igazából, hogy negyedikben azt milyen sebességgel forduljam el, így, hogy odaérkezek, hogy tempó vagy szigorú, ezt nem tudom eldönteni most még. Na, ezeknek kellene visszajönni nagyon-nagyon hamar, hogyha ezek visszajönnek, ezek a dolgok, akkor túl nagy baj nem lesz versenyen. Ha viszont nem jönnek ezek vissza, akkor erőködni fogok szerintem. Én nekem a magánéletemben ugye megy a kis műhelyem itthon, tehát én nem mentem föl Miskolc rallira se, nem mentem föl Óz rallira se, elmentem ki inkább Ausztriába, megnéztem az autót, a Beppo autóját, hogy milyen. Az volt pont az Óz rallikor. Nekem így az időm annyira nem engedi ezt, hogy szaladgáljak és jöjjek, menjek, úgyhogy remélem, hogy össze tudom majd hangolni a versenyzéssel is ezt, úgyhogy. Most persze nagyon rajta vagyok, folyamatosan nézem az időket, ami volt Miskolc rallin, az Ózdon. Hasonlítgatom össze, hogy ki melyik gyorson a jó, rövidebben, hosszabb gyorsaságit szeretik, a tempóst, a kanyargósabbakat.
Hát nagyon nehéz, mert nagyon ilyen mennek össze-vissza az eredmények. Elég gyors az elején, azt gondolom. Kanyar legyen, nagyon jót autózzunk, nagyon jól kikapcsolódjunk, jól legyenek a körülmények. Tehát, hogy élvezzük az egészet.